Szóval a következő előadónk a Szakál Ádám, a Budapesti Piaristák és a Tanácsköztársaság. Nem tudom, hogy megérkezett-e közben, mert itt próbáltunk érdeklődni, hogy itt van-e. Ha nincs, akkor Décsei Sándor. Szuper, akkor tessék parancsolni. Décsei Sándor a Tanácsköztársaság Katonai Zászlói című előadásával következik, és akkor 20. Tessék? Mert Szakáláron a metróban van, vagy... Ja jó, hát lehet, hogy nem jön meg, és akkor előbb hazamehetünk, vagy nem? Jó! Ja, oké, okay, jó. Hát lehet húzni az időt, tehát 25 perc akkor, tanár úr. Akartam kérdezni, hogy akkor hányszor 20 percen van? Tessék? Hányszor 20 percen van? Igen, az, az utolsónak ugye mindig azért a leghálátlanabb, mert hogy a... Between the cocktail and you, that's me. Tehát, hogy mindig azzal kell számot vetni, hogy az ember után mi következik. Igen, úgyhogy egyfajta bosszúként eredetileg arra készültem utolsó előadóként, hogy addig fogok beszélni, amíg a pörkölt és a hidegtálak azonos hőmérsékletűvé válnak, de ettől eltekintek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a kitartást azoknak, akik már reggel 9, illetve fél 10 óta itt vannak. Gondolom ez az utolsó előadás már a ahogy nekem, így másoknak is a 400 órás önként vállalt túlmunka keretében valósul meg. Na, de félre a tréfát, még a nap elején hangzott el egy olyan megjegyzés, hogy akik 80 előtt születtek, azoknak ugye kell, hogy legyenek emlékei a Tanácsköztársaság ünneplésével kapcsolatban. Hát én annyit tudnék mondani, hogy a 3309-es számú Sándor és úttörő csapat utolsó évfolyamban avatott úttörőjeként állok most itt. Fogalmam se volt, hogy ki az a Sándor Lajos, aztán már egyetemista fejjel utána néztem, és kiderült, hogy hát egy hős proletár volt 19-ben Tapolc ember. Pályafutása igen dicsitelen véget ért augusztus 5-én, golyó általi halálformájában. Hát a két páncélvonat az erősebb volt, mint a vörösök Tapolcán. Na, de akkor a zászlókra kanyarodva, hát én azért úgy mondom, hogy a Kumbéla vezette Tanácsköztársaság, ugye 19. március 21-e után az állami jelképek szintjén is, mint sok más területen, az állami jelképek szintjén is nagyon komolyan vette a múltat végképp eltörölni jelszót. Azonban ebben a jelkép rendszer cserében igazából csak addig jutottak el, hogy betiltottak minden addigit, de nem hoztak létre helyettük újakat hivatalosan. Kicsit olyan ez, mint Vladimir Iljics Uljanovnak az 1917 őszén a szentpétervári elvtársaknak küldött távirata, amelyben nagyjából, nem szó szerint így fogalmaz, hogy számunkra, kommunisták számára most az a legfontosabb, hogy bármi áron megszerezzük a hatalmat, hogy utána mi lesz, azt majd meglátjuk. Valahogy így voltak a jelképrendszer cseréjével is. Hát ennek a leglátványosabb megvalósuló eleme ugye a nemzetközi munkásmozgalom vörös színének a használata volt az élet minden területén. A nemzeti trikolor és a császári királyi jelképek üldözötté váltak. Helyüket átvette a vörös csillag, illetve a sarló és a kalapács. Megjegyzendő, hogy a sarló 1919-ben már ugyanolyan elterjedt és elismert jelképe volt a munkásmozgalomnak, mint a kalapács és a vörös csillag. Ennek ellenére legalábbis a Tanácsköztársaság zászlóin jelenlegi ismereteink szerint egyáltalán nem jelent meg. Ugye a 18 novemberében államcímerként bevezetett Kossuth címer helyét átvette a vörös csillag, de nem hivatalosan. A Tanácsköztársaságnak hivatalosan sem zászlója, sem címere nem volt. Sem a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya, sem a Forradalmi Kormányzó Tanács Vörös Hadsereg alakításáról szóló 23. rendelete nem tartalmazott egyetlen sort, egyetlen betűt sem azzal kapcsolatban, hogy mik lennének az állam, illetve a katonai jelképek. Ez azért is fontos, mert egy hadsereg életében a csapatzászló meghatározó szerepet tölt be. A zászló, a csapatzászló a legfőbb jelkép, és egyben a legfontosabb jelkép hordozó is. A zászlón található jelképek, címerek, egyéb motívumok, mint a zászló alá tartozó, mint a kívülálló szemlélő számára egyértelműen megmutatják, hogy az adott alakulat melyik ország haderejébe tartozik, hogy mik a legfontosabb szentségek a számára. A 20. század elejéig nagyon sok zászlóról azt is meg lehetett mondani, köztük egyébként az osztrák-magyar monarchia zászlóiról is, hogy aktuálisan ki az adott ország uralkodója. Nagyon sok országban, így Magyarországon is,
katonák a zászlóra tették le az esküt évszázadokon keresztül. Ez egyébként még 45 után is megmaradt. A hadügyi népbiztosság április 23-án adott ki egy rendeletet csapatzászlók rendszeresítése tárgyában. A rendelet az múlt időben fogalmaz, azt mondja, hogy az egyes alakulatok vörös zászlóval elláttattak. Ez a legutolsó sora, utolsó másfél sora ennek a rendeletnek, ami elsősorban ugye azzal foglalkozik, hogy az eddigi zászlókat ezután tilos használni. Na most ez a múlt idő, ez azt sugallja, hogy az új zászlók kiadása már megtörtént ekkorra, ugye április 23-a, tehát bő egy hónap telt el március 21-e óta. Semmilyen forrás nem támasztja alá azt, legalábbis jelenleg nem ismerünk semmilyen olyan forrást, miszerint ez a zászló adományozás, a vörös zászló adományozás ez megvalósult volna. Ugye ezt fontos megjegyezni, hogy használaton kívül helyezte a korábbi zászlókat, illetve gyakorlatilag elsőként a magyar jogtörténetben rendelkezett arról, hogy a korábbi zászlókat a hadi múzeumban kell leadni. A hadi múzeum akkor ugye itt olvasható, ugye az országos levéltár épületében volt még. Ez egyébként a mai napig megmaradt, tehát a mai napig a Magyar Honvédségben, illetve jogelődjében, a néphadseregben is az volt a szabályozás, hogy a megszűnt, vagy alakulatok, vagy zászlócsere esetén a korábbi zászlók a hadi múzeumban, a hadtörténeti múzeumban kell leadni. Ez a mai napig így van. Nem készült tehát részletes szabályozás, bár ez a rendelet ugye úgy fogalmaz, hogy zászlók rendszeresítése, de hát ezt, hogy az egyes alakulások vörös zászlóval elláttattak, hát ezt így azért mérsékelten lehet szabályozásnak nevezni, hogy vörös zászlóval. Ezért aztán nem is készültek egységes zászlók itt, amiket közben felvillantok, plakátokat igyekeztem az alapján válogatni. Van itt például ezen a szlájdon is egy olyan, ami már szerepelt délelőtti előadásban is, ahol a zászló, a vörös zászló, mint valamilyen formában megjelenik a plakátokon. Annyiban voltak egységesek, hogy mindegyik vörös alapszínű volt ezeknek a zászlóknak, amiket ismerünk. Rendszerint megjelent rajtuk a vörös csillag, illetve a magyar katonai zászló hagyománytól eltérően megjelentek rajtuk feliratok, leggyakrabban ugye a munkásmozgalom jól ismert világproletáriai egyesületek jelmondata. Arról sincsen semmilyen információnk, semmilyen hivatalos forrásunk, hogy a vörös hadsereg valamennyi alakulata kapott volna zászlót. Tehát azt se tudjuk, hogy semmilyen forrásunk nincs arról, hogy összesen hány csapatzászló került kiadásra ez alatt a 133 nap alatt az alakulatok számára. A Hadtörténeti Múzeum jelenleg 6 darab zászlót őriz a Tanácsköztársaság katonai zászlói közül. Az elsőt, ezt ezen a sajnos elég rossz minőségű képen tudom mutatni, úgyhogy elmondom. A Hadügyi Népbiztosság április 1-én rendelt el a Csepeli Vörös Gyalogezred, az átszervezés után ez a 22-es hadrendi számot kapta felállítását. Ennek első zászlója már április 22-én elindult a tiszántúli frontra, második és a harmadik zászlója májusban alakult meg, és az északi frontra került. A frontról a budapesti munkásoknak küldött üzenetükben, amit a sajtó közölt le, említést tettek egy zászlóról. Elvtársi üdvözletünket küldjük haza, és azt üzenjük, hogy a csepeli leányoktól kapott zászlót meg fogjuk védeni, és vissza fogjuk hozni a dicsőséges győzelem napján, mert rendületlen hívei vagyunk, és maradunk a Magyar Tanácsköztársaságnak. Idézet vége. Második zászlója maradt fönt, ez látható a képen. Ugye itt is, amit említettem, megjelenik a felirat a zászlón. Ez a Hadtörténeti Múzeum zászlógyűjteményében a 260/ZL leltári szám alatt szerepel. A vörös gyapjúból készült zászlólap mindkét oldalának közepén babér és tölgyfaággal övezve a vörös csillag és a kalapács kapott helyet, valamint a világproletáriai egyesületek lejelmondat és az alakulat neve, Csepeli Vörös Ezred második zászlóalj. A zászlót a kommun bukása után csepeli munkások rejtegették, egy visszaemlékezés szerint lakásokon és egy időben a csepeli munkás otthonban is. 1945 után került a zászló a Kossuth Akadémiára, majd onnan a Hadtörténeti Múzeumba.
Az ezred egyébként, tehát ez a Csepeli Vörös, vagy később 22. gyalogezred, az északi, a felvidéki hadjáratban tanúsított hősies helytállásáért a budapesti forradalmi munkás és katonatanácsoktól kapott egy vörös sejem zászlót ajándékba, egyfajta kollektív kitüntetésként. Erről a zászlóról viszont nincsen ismeretünk, hogy fennmaradt volna, tehát azt gyanítjuk, hogy nem maradt fent ez a zászló. Majd később mutatok egy olyan zászlót, ami feltételezhető, hogy külalakjában megegyezik ezzel a zászlóval. Az üzemek megvédésére, gyakorlatilag karhatalmi feladatok ellátására már március végén munkás tartalék zászlóaljak felállítását rendelték el. Április végéig a fővárosban 12 ezredbe szervezve 36 ilyen zászlóval járt föl. Ezek az alakulatok nem kerültek ki a frontrokra, talán nem ok nélkül. Egyfelől soraikban számos katonai képzettség nélküli munkás is volt, akik nem vettek részt az első világháború harcaiban, mivel hadi szempontból fontos munkát végeztek. Másfelől a diktatúrának szüksége volt megbízható, erős fegyveres alakulatokra a belső ellenség ellen is. Ezek közül a harmadik munkás tartalékezred vörös gyapjú zászlója maradt fönt. Jelenleg ez is a Hadtörténeti Múzeumban található 259-es leltári szám alatt a zászlógyűjteményben. Ez az ezred az autójavító műhelyek, az első magyar gazdasági gépgyár, a Herkules művek, a Hirsch és Frank Budapest Salgótarjáni gépgyár és vasöntöde, valamint a Schlick-Nicholson gépvagon és hajógyár munkásaiból került kialakításra. A zászló két oldala teljesen egyforma, csak az alakulat neve és a világ proletáriai egyesületek jelmondat olvasható rajta. Az alakulat név rávart fehér, a jelmondat hímzett arany betűkkel jelenik meg. Itt szeretném azért megjegyezni, hogy az előző, illetve ennél a zászlónál is a gyapjú alap, zászlólap, az gyökeresen eltér a korábbi hagyománytól, vagy az addigi gyakorlattól, hiszen a katonai zászlók kizárólag sejem anyagból készültek. Itt a gyapjú került elő több esetben is, ennek valószínűleg gazdasági alapanyag beszerzési okai voltak, vagy hát tekinthetünk rá úgy is, hogy ez egy bio zászló, és hogyha azt nézzük, hogy ezek a fehér betűk, ezek kézzel lettek rá fölvarva, akkor még kézműves is, úgyhogy napjainkban ez egy nagyon szép hívó szavak lehetnének, hogyha értékesíteni szeretnénk mondjuk egy ilyen terméket. A zászlólap három szabad szélén aranyrojtozás, két szabad sarkán pedig aranybojt található, illetve hát itt a felső sarkon nem található, mert leszakadt, de megvan a gyűjteményben. Azt már ugye említettem, hogy a rendelkezésre álló források alapján nem történt központi zászlóadományozás. Ezt erősíti az is, hogy június 7-én budapesti forradalmi munkás és katonatanácsok együttesülése Kun Béla hosszantartó éjjelzéssel és tapssal fogadott javaslatára elhatározta, hogy idézem, dicsőséges vörös proletár hadsereg katonái számára tisztelete és nagyrabecsülése jeléül 5 vörös sejem zászlót ajándékoz. Egyet a hadsereg parancsnokság vonata számára, 4-et pedig a 4 legvitézebb, legöntudatosabb proletár ezrednek. Az egyik ilyen zászlót az 5-ből a 31. vörös gyalogezred kapta, amely alakulat katonája a Hernád völgyében Kassa elfoglalásáért vívott harcokban tűntek ki. Az alakulatnak június 29-én Kun Béla személyesen adta át a zászlót Abonyban. Ekkor így fogalmazott, idézem, nem a gazdagoknak csináljuk a háborút, hanem testvéreinkért, magunk felszabadításáért megyünk becsületes harcba, egyszínű vörös zászló alatt. Ez a forradalom, mely felszabadítja a világ összes proletáriát, és mely elvezet mindaddig, míg a haza szocialista haza lesz. Nem vagyunk egyedül, velünk van az egész nemzetközi proletariátus. Átadom nektek a lobogót, szerezzetek annyi becsületet a felszabadító harcban, mint eddig szereztetek ezredeteknek. Hát ez azért nem az egyszínű vörös zászló, mint látható a képen. Egy szemtanú, az alakulat egyik katonája, Forgács Béla, 1969-ben hadtörténelmi közleményekben megjelent visszaemlékezésében így írt erről az eseményről, idézem. Kimagasló rangot adott ennek az elismerésnek az a díszes harci lobogó, melyet a forradalmi kormányzótanács kitüntetéseként Kun Béla elvtárs, Bokányi Dezső és Dr. Münch elvtársak jelenlétében 1919. július 19-én, tehát itt eltérés van a két dátum között, hogy mikor történt ez, én a június 29-ét tartom a valósnak, Abonyban
ünnepélyes keretek között dr. Pogány Kálmánnak adott át. Pogány Kálmán volt a 31. gyalogezrednek az alakulat parancsnoka. A bukás után, a kommun bukása után személyesen ő rejtegette a zászlót szentendrei lakásán egészen 1945-ig. Ekkor adta át a Honvédelmi Minisztériumnak Münich Ferenc javaslatára, ahonnan a Kossuth Akadémiára, majd a Hadtörténeti Múzeumba került, ahol a 313-as leltári számot kapta. Vörös selyemzászló három szabad szélén arany rojtozás, két szabad sarkán aranybolt található. A zászlólap jobb oldalának közepén két keresztbetett kalapács látható, aranyból hímzett tölgy és olajágak között, felette aranyszegélyű vörös csillag. A jelképeket ugye a már ismert, jól ismert jelmondat veszi körül, világproletáriai egyesüljetek. Ez a zászlólapnak a jobb oldala. A bal oldal teljesen üres, tehát ez az egyszínű vörös, ami egyébként hasonlóan a feliratokhoz teljesen idegen a magyar hagyományoktól, ahol a zászlólap mindkét oldala díszített volt, és díszített a mai napig is, vagy egyforma, vagy eltérő motivumokkal. Az ilyen egyoldalas megoldások 1945 után jelentek meg a magyar katonai zászló témakörben, de akkor sem csapatzászlók, hanem kitüntető jellegű fali zászlók formájában, aki esetleg a jelenlévő közül 1989 előtt volt katona, az bizonyára, hogyha jól teljesített a hazaszolgáltába, találkozhatott a kiváló raj, élenjáró szakasz, legjobban lövő géppuskásőrs és hasonló kitüntető jellegű fali zászlókkal, amelyek közül nekem a személyes kedvencem az a következő feliratot hordozza magán, a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója alkalmából kiírt konyhák közötti munkaverseny első helyezettjének. Hogy ehhez mit kellett teljesíteni, azt nem tudom, hogy a konyhák közötti munkaversenyben valaki első helyezett legyen, de bizonyára nagyon kiemelkedő volt tarhonya készítés területén. Na, vissza a tanácsköztársasághoz. Őrszolgálati és belső karhatalmi feladatokra hozta létre a Hadügyi Népbiztosság 1919. április 19-i rendelete alapján Budapesti Vörös Vasas Hadosztályt. Az alakulat a Budapesti Vasas Szakszervezettől kapott csapatzászlót, ugye ez is mutatja, hogy nem volt központi adományozás. A vörös alapszínű, gyapjúból készült zászló szabad széleit arany rojtozás, sarkait aranybolt díszíti. A zászló mindkét oldalának közepén, fehér vászon alap közepén, a vörös csillag, annak közepén pedig fehér körben egy függőleges helyzetű vörös kalapács található. A csillag alsó szárait egy-egy tölgyfaág metszi, a csillag fölött a világproletáriai egyesületek jelmondat olvasható aranybetűkkel, alatta pedig vörössel az alakulat neve. Hát ez így az elmondás alapján egy nagyon izgalmas kinézetű zászló. Sajnos erről az egyről nem tudtam fényképet hozni, ezért elnézést kérek. Ugye ez a zászló is a Hadtörténeti Múzeumban található 258-as leltári szám alatt. Munkásmozgalom nemzetköziségét mi sem mutatja jobban, hogy külföldi önkéntesek számára három nemzetközi ezredet is létrehoztak április 6-án. Az elsőt volt orosz hadifoglyok, a másodikat osztrák önkéntesek alkották. A harmadikat a székely zászlóaljból szerb, román, albán és olasz századokból tervezték feltölteni. Ezt a harmadik ezredet május 26-án feloszlatták, vélhetően létszámhiány miatt, és a meglévő állományából a másik két ezredet töltötték fel. Viszont a harmadik ezrednek a harmadik zászlóalja ekkor éppen a harctéren volt, ők a továbbiakban Balkán Vörös Zászlóalj néven működtek. A három ezred közül éppen ennek a harmadiknak a zászlója maradt fenn a Hadtörténeti Múzeumban, 257-es leltári számon őrzik. A vörös gyapjú zászló mindkét oldalán a megszokott világproletáriai egyesületek jelmondat és az alakulat megnevezése harmadik számú önálló nemzetközi vörös ezred olvasható. Elnézést a kép minőségére, ezt már csak anno vitrinben tudtam lefotózni, még 2000-ben, amikor az 1000 év katonai jelképei című kiállítás, tehát a munka címe az Turultól a Turulig volt egyébként, ehhez készítettük elő az anyagot. Érdekes egyébként, hogy itt is megjelenik az, hogy a világproletáriai egyesületek felirat az arannyal van hímezve,
míg az alakulat név fehér textillel van rávarva, ugye ez nagyon emlékeztet a kettővel ezelőtti ismertetett zászlóra. Ez alapján nem zárható ki, hogy az alap, tehát a vörös zászlólap a ráhímzett világproletáriai egyesületek felirattal, az arany rojtozással és a bojtokkal esetleg központilag készülhetett, és erre utólag úgymond házi módszerekkel applikálták rá az adott alakulatoknak a nevét, de erre vonatkozóan semmilyen forrásunk nincsen. Öt perc, remek. Nem gondoltam volna, hogy ennyire ki tudom tölteni. Még a végén szeretnék szót ejteni egy olyan alakulatról és a zászlójáról, ami némiképp kilóg az eddig tárgyaltak sorából. Ez az 1918-as forradalom és a Tanácsköztársaság közös emléke, a kolozsvári magyar nemzetőr csapat zászlója. Ez az alakulat 1918. december 9-én alakult meg, parancsnoka Verbőci Kálmán százados volt. Román csapatok április közepén indított támadásakor a székely különítményhez beosztott alakulat megtagadta Kratochwil Károly fegyverletételi parancsát. Erdélyi Vörös Vadász zászlója néven a 39. nemzetközi dandár kötelékében részt vett a tiszafüredi hídfő védelmében, júniusban az északi hadjáratban, majd júliusban a tiszai támadásban vette ki a részét, ekkor már a Landler hadtest 39/3. Zászlójaként. Tanácsköztársaság bukása után a zászlót személyesen Verbőci Kálmán zászlóparancsnok rejtette el. Ez a zászló fehér batiszt selyemből készült, zászlólap aranypaszománya a szegett, három szabad szélén vörös hímzés díszítés szegélyezi, két szabad sarkán aranybojt található. Egyik oldalán, ez látható a képen, kolozsvári magyar nemzetőr csapat 1919, a másikon pedig az Istenért, Erdélyért, Szabadságért felirat olvasható, hát az volt, hogy 19 júliusában a tiszai harcokban némileg kilógott a többi alakulat zászló közül ez a zászló ezzel a felirattal, de a kommün bukásáig ez az alakulat ezt a zászlót használta. A bukás után 1919. szeptember 19-én a hadügyminisztérium rendeletben tiltotta meg a Vörös Hadsereg zászlóinak használatát. Elrendelték, hogy a csapatzászlókat, ezeket a vörös csapatzászlókat a leszerelést végrehajtó parancsnokságokra kell beszolgáltatni. A rendelet egyébként úgy fogalmazott, hogy erre azért van szükség, mert a zászlókra szükség lehet a későbbiekben bűnügyi vagy becsületügyi eljárásokban bizonyítékként. Arra vonatkozóan ezedáig nem találtam semmiféle forrást, adatot, hogy mennyi zászlót szolgáltattak be így módon, mennyi került bűnjelként leltárba véve, és került így módon később a Hadtörténeti Múzeumba, de ahogy itt a 6 darab zászlót ismertettem, ezek közül ugye három esetében is, hogyha visszaemlékezünk, elhangzott az, hogy a bukás után rejtegették, és 1945 után kerültek ezek a zászlók elő, és kerültek be a Hadtörténeti Múzeumnak az állományába. Én azt gondolom, hogy itt azért egy nagyon forráshiányos témáról beszélünk. A fennmaradt zászlók darabszáma is nagyon csekély. Én így most ennek az előadásnak a keretében erről a témáról ennyit gondoltam és ennyit tudtam elmondani. Bizonyára, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nem kizárható, hogy további alaposabb és eddig nem számba vett források megismerésével bővíthetőek az információk ezekről a zászlókról. Amit hangsúlyozom még egyszer, ahogy az elején is mondtam, azért különösen érdekes, mert a katonai zászló az a történelem folyamán mindig is a legfontosabb jelkép és egyben jelképhordozó volt, és a Tanácsköztársaság, amely a legelső pillanattól kezdve nagy hangsúlyt fektetett a régi jelképek, a megelőző korszaknak bármiféle megjelenítéseinek a tiltására, eltüntetésére, és ugyanígy ugye, ahogy a plakátokon látható volt itt az előadásban, előtérbe helyezte a saját jelképeit. Ezen a területen, bár bizonyára nem ez volt a legfontosabb kérdés ebben a 133 napban, de gyakorlatilag semmilyen hivatalos lépést nem tett, vagy legalábbis jelenlegi ismereteink szerint nem tett abba az irányba, hogy a magának az államnak is,
illetve az állam hadseregének, a vörös hadseregnek a jelképeit rendezze és szabályozza. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen az előadást!